Magyar Kornélia, Magyar Progresszív Intézet igazgatója és Lánci Tamás a századik vezető elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Volt tegnap tüntetés, volt hétvégén országértékelés Gyurcsánytól is, Vona Gábortól is, lesz ma Merkel látogatás, van tehát miről beszélni. Amik ilyen módon elhangzottak ezen a hétvégén, tehát Gyurcsány, Vona meg a tüntetők, az egy gondolatkör volt, egy a Fidesztől valamilyen irányban távol lévők gondolatvilága, vagy azért nagyon, nagyon súlyosan megfogható az, hogy ki mennyire nem úgy gondolkodik a világról, mint ahogy a másik teszi. Tehát most mondjuk Gyurcsánynál is Vonnánál ez viszonylag könnyen kézzel fogható, de mondjuk a tüntetők melyik irányba húznak inkább? Az megfogható volt a tegnapi tüntetésen? Hát én úgy láttam, hogy még a tüntetők maguk sem döntötték el, hogy pontosan milyen irányba mennek, hiszen ott voltak olyanok, akik egyébként létező, a parlamentben ülő ellenzéki pártokat támogatnak, és voltak közben a színpadon tegnap olyanok is, akik ezeket a pártokat elküldték, ugyanúgy, ahogy a Fideszt és az elmúlt 25 évet. Tehát ott egy teljes kakofónia volt ezen a tüntetésen, de ez nem meglepő, mert munkára szólították fel őket. Hát itt most nem volt az, hogy nem kellenek a pártok, itt most az volt, hogy kellenek a pártok, csak dolgozzanak. Hát szégyeljék magukat, meg azért elhangzottak erős jelzők is, és ez belevág abba, ami az elmúlt egy-másfél hónapban történt. Tehát ott, ha megnézzük, akkor lényegében ugyanez a kicsit ilyen kaotikus, zűrzavaros, kiismerhetetlen állapot volt. Az évértékelőknél meg azt látjuk, vagy én azt láttam, hogy mindenki mondja azt a szöveget, amit most már évek óta. Tehát igazából olyan sok változás, most az irányvonalakat tekintve persze tartalmi változások talán igen, de a nyelvtana, a frazeológiája ezeknek a beszédeknek lényegében ugyanaz. Hát ez azt is jelenthető, hogy milyen pozitív ez, mert hogy önazonosak a szereplők. De hát azért Vona is ellépett attól a világtól, amit a Jobbik képviselt, és a Gyurcsány is mondott érdekes dolgokat, akár a saját korábbi szerepéről, akár a tavalyi választások kapcsán is. Nekem az jutott eszembe pont, hogy szerintem Vona Gábor mondott kicsit mást, mint amit eddig mondott. Lényegében inkább ennek a hangvételnek a szövegnek volt egészen műszerű. És én azon gondolkodtam most még picit az első kérdésére, hogy hát akkor ezek mind ilyen ellenzéki beszédek voltak, és igen, ellenzéki volt a Vonaféle beszéd is, de hogyha az ember azzal a füllel hallgatta, hogy mi lenne, hogyha ezt Orbán Viktor mondaná, akkor nem volt annyira nagyon idegen. Szóval szerintem egyre inkább kezd hasonlítani a két embernek a beszéde egymásra. Ez nem miközben, ijesztő? De közben igen, ijesztő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ki az, aki radikálisabbá vált, és persze Vonán és a Jobbikon érezhető az a szándék, hogy ők próbálnak mérséklődni, próbálnak olyanná válni, elfogadhatóvá válni szélesebb tömegek számára, hogy kilépjenek abból a szélsőséges szerepből, amiben ebben voltak. Nyilván ezt a nézők és a hallgatók eldöntik, hogy a számukra mennyire hiteles. Azért ebben a beszédben is persze voltak nagyon ijesztő részek, amiből azért az világosan kiderül, hogy a Jobbik mit gondol a világról, de összességében egyébként egy olyan beszéd, amelyik mérsékeltebb, mint amilyen hangot eddig megütött a Jobbik, és én azt gondolom, hogy ez azért az lényeges változás a korábbiakhoz képest. Ez nem akkor megkritikában nem változott. A mérsékeltség pedig hát érthető, hiszen azért látható, hogy van egy a szavazóknak egy viszonylag nagyobb tömege, amelyik ma bizonytalan szavazó. Erre mindenki a maga módján megpróbál ráúszni, és vélhetően felteszem, hogy a Jobbiknak a taktikája az lehet, hogy próbálja magát mérsékeltebbnek mutatni. Na de mi Orbán Viktor taktikája, hogyha összeér Vona Gáborral előbb-utóbb a gondolkodás módja, vagy ha legalábbis leképezhető a kettő egy világból? A helyzet kulcsa szerintem az, hogy most 3,5 évig, vagy legalábbis 3 évig a tudomásunk szerint nem lesznek választások. Tehát persze mindenki próbál pozíciót fogni, próbálja építeni saját magát, de ez egy hosszú távfutás, tehát 3 év múlva lesznek majd választások. Addig a kormánynak kormányoznia kell, az ellenzéknek meg politizálnia. Ebben próbálja mindenki a saját hangját megtalálni. Én olyan nagyon nagy elmozdulást nem látok egyébként az elmúlt időszakban, tehát lényegében mindenki viszi tovább ugyanazt. Próbálja magát finomhangolni, a helyzethez adaptálni, de a szerepéből eddig senki sem lépett ki. A nyugodt és radikális együtt az micsoda, Vona Gábor így határozta meg a jövőjüket? Hát ez pontosan ez a, én azt gondolom, hogy ez az új hang, amin Vona Gábor megszólalt, ugye sokkal veszített radikalizmusából, hogyha úgy tetszik, most csak a retorikáról beszélünk, tehát azt mondom, hogy amit én gondol a világról, valószínűleg nem. Nekem ami a legszembetűnőbb volt, az például most ebben a nemzetközi konfliktusban, amelyik Oroszország és a NATO, illetve Oroszország és Ukrajna között, hát nem csak kibontakozni látszik, hanem eszkalálódni látszik, hogy ebben ugye a semlegesség szerepét
szárnya Magyarországnak, és ebben azért nagyon hasonlít Orbán Viktorhoz. Tehát gyakorlatilag azt a fajta lavírozást gondolja Magyarország számára kifizetődőnek. De egy dologban tovább ment most Viktor is képvisel. Mi szerint is, hogyha az Európai Unió változatlanul ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazott pontosan agresszíven akarja a saját érdekeit érvényesíteni, akkor el kell gondolkozni azon, hogy tényleg kilépjünk, mondta volna Gábor. Hát most ez ugye több, sokkal több, mint amit Orbán Viktor valaha kimondott. Persze, azért ez még mindig egy fokkal még odébb van, és mondtam, az euróról is azt mondja, hogy azért azon is el kell gondolkodni, hogy egyáltalán valaha be akarjuk-e vezetni, de már ebben is árnyaltabb, tehát ami korábban gyakorlatilag tényleg csípőből azt mondta, hogy és az Európai Unióval nem foglalkozunk és kilépünk, ahhoz képest azért itt már mélyebben szántó kérdéseket vetett fel. Na gyurcsányozzunk egy kicsit. De ez csak egy mondatot, tehát azért ez a közvéleménykutatási adatokban azért valamennyire visszaigazolódik, tehát ha jól látom, azért a Jobbik a baloldali szavazókat azért egészen ügyes szívja föl, miközben az elmúlt fél évben igazából a baloldali pártok nem tudtak új szavazókat megszólítani, a Jobbik azért erre valamelyest képes volt, és hogyha a mögöttes számokat nézzük, akkor ebben most nagyon sok a baloldali szavazó. De miért nem hívjuk őket baloldali szavazónak? Hát azért, mert korábban ezek a baloldali pártok távoznak. Korábban ezek egyébként baloldali pártokra is szavaztak, vagy baloldali pártokra szavaztak. Hát viszont igen, mert végzünk kutatásokat, és ezt mutatják a számok. Úgyhogy igazából az is elképzelhető, hogy az a retorikai finom hangulás, amit Vona Gábor elvégez, az egész egyszerűen reagál arra a helyzetre, hogy észrevette Vona Gábor, hogy idestova 4 éve az ellenzék, a baloldali ellenzék képtelen előre jutni, képtelen szavazatot bővíteni, képtelen szavazótáborát bővíteni, ő viszont valamelyest erre képes, és egész egyszerűen megy a saját szavazói után, amelyek részben baloldali szavazó. Szerintem az ebből lehetnek persze, tehát ez egyáltalán vonom kétségbe, de mit tudunk ezekről a szavazókról, az, hogy korábban baloldali szavazók voltak, aztán Fidesz szavazók lettek, és az Orbán kormány politikájában csalódva, onnan távozva, a bizonytalanok táborát erősítik, majd egyébként egy részük, nyilván nem olyan nagyon nagy részük, egy részük most a Jobbiknál csapódik le, tehát erre azt mondani, hogy a baloldali szavazókat szólítja meg a Jobbik, szerintem az erős túlzás, de tényszerűen egyébként most a bizonytalanok táborából úgy tűnik, hogy a Jobbik és valamelyest a DK volt képes arra, hogy szavazókat megszólítson. Persze várjunk még itt az, hogy trendekről tudjunk beszélni egy pár hónapot. Gyurcsány valamiért Pásztor Albertezett. Ugye ő volt a miskolci polgármester jelölt az őszi választásokon. Most, aki korábban nem volt rasszista, most gyakorlatilag lerasszistáztam ezzel a mondattal. Azt mondta, nem elég antirasszistának lenni, annak is kell látszani. Ezt a mészét nem sikerült megugrani, ezt most magára húzta, hogy ez ennek ő az oka, mert ő ragaszkodott Pásztor Alberthez. Közben pedig az LMP-nek is odavágott egyet, az MSZP-nek is odavágott egyet. Ez például most egy milyen típusú pozíciófogás a magyar belpolitikában, amikor a saját jelöltömet fél évvel később elmondom mindennek, és közben a társpártokra meg szintén mondok érdekes mondatokat. Hát valószínűleg ő kapott elég kritikát, ezért gondolom, amikor a pásztoros választása megtörtént, azért akkor ettől volt hangos a sajtó, nyilván őt is párton belül számos kritika érte emiatt. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen utolagos korrekciónak tekinthető talán, aminek egyébként sok jelentősége. Most azt gondolom, nincs a legfeljebb a párt véleményvezérének talán a megnyugtatása, valami ilyesmit tudok e mögött látni, de egyébként konkrét hasznot, hogy ebben mondjuk a támogatottság nőjön, azt egyébként nem látom. Az pedig, hogy a többi ellenzéki párt... Semmivel sem különböző jobboldali pártól, aki önmagát a nemzet egyetlen ítéles képviselőnek. Ez a harc, ez zajlik, azért nem most kezdődött a baloldalon belüli csatározás, hogy ki is legyen itt valójában a domináns párt, kinek legyen vezető szerepe, és hát ebben kíméletlen küzdelem zajlik. Ennek része az, hogy egymást kritizálják. LMP? Ugye az LMP-re azt mondja, hogy egyformán üti a jobb oldalt és a bal oldalt az önkény embere, ha akarja, hanem. Tehát Siffer András az önkény emberének nevezi ilyen módon. Tehát szerintem most megint csak odajukodunk vissza, hogy tehát lényegében semmi nem változott, tehát a helyzet ugyanaz, egymást csépelik a baloldali pártok. Egyébként Miskolcra egy mondatban még visszatérve, tehát azt gondolom, hogy ott Gyurcsány Ferenc egy nagyon komoly hibát ejtett, hiszen ha megnézzük, azért lényegében ő azt az antifasiszta harcot, amit a baloldal 25 éve folytatott, azt ő elárult a Miskolcon. És azért ez a saját párt véleményén, párt közösségén belül, vagy a baloldalon belül, azért ez okozott némi csalódást vagy törést. És ha jól értem, akkor nem pusztán korrekcióról van szó, hanem ez az önkritika, ez a kicsit ilyen
furcsa szájízű kritika, önkritika, ez azt gondolom, hogy egyfajta ilyen bizalom megerősítés akart lenni ennek a baloldali véleményformáló értelmiségi kör számára, hogy ez a Gyurcsány Ferenc még mindig az antifasiszta Gyurcsány Ferenc, aki a rasszizmus ellen küzd. Csak hát az a probléma, hogy az ember ugyanazzal a szájjal egyszerre nem tud ennyi dolgot mondani. Tehát 3-4 hónapja még, hát lehet csak annak akkor következménye van, mert azért 3-4 hónapja volt, hogy az MSZP, vagy a Gyurcsányék még támogatták Pásztor Albertet. Hát hiszen erről beszélünk most. Akkor is tudták, hogy ki Pásztor Albert, akkor is tisztában voltak a kijelentéseivel, akkor ezt lesöpörték az asztalról, most pedig az a célszerű. Hát de erről szól az önkritika. Hát hiszen pont erről szól. Hát ha nem így lett volna, akkor ezt nem kell most mondani. Csak hogyha az ember keres valami fundamentumot, ahol megvetheti a lábát, keres olyan értékeket, amiben hisz, és ezt próbálja hitelesen előadni a választóinak a számára, akkor azt gondolom, hogy ilyen varga betűket nem engedhet meg magának, mert ezzel hitelteníti magát, de ez egyébként a Gyurcsányi karakternek szerintem a része is. Ha megnézzük a politikusnak az elmúlt 10 évét, akkor az látható, hogy lényegében már mindent mondott, és annak az ellenkezőjét is, és ezt egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben teszi, ami én azt gondolom, hogy egyre jobban és jobban hitelteníti. Akiről ez meg elmondható, az Orbán Viktor, és én azt veszem észre, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc a bukása után nagyon sok mindenben igyekszik Orbán Viktorra hasonlítani, és az ő politikáját igyekszik másolni. Ez kifizetődő lehet? Azt nem tudom, hogy kifizetődő ez erre a Fidesz azért eredményt elért, és Orbán Viktor eredményt elért. De talán pont azért, mert a két karakter nem ugyanaz. Talán azért, mert a két karakter nem ugyanaz. Tehát, hát nem azt mondtam, hogy a két karakter ugyanaz, a technika az ugyanaz. Azért a kettős beszéd Orbán Viktor esetében azért nagyon világosan kitapítható. Például az Európai Unióval kapcsolatban, annyira szeretném befejezni, tehát az Európai Unióval kapcsolatban, Brüsszellel kapcsolatban azért nem egyszer láttuk azt a két fenekű vagy dupla fenekű beszédet, ami Orbán Viktor számára egyáltalán nem idegen. Tehát akár egy napon belül képes volt Brüsszellel szimpatizáló, majd Brüsszellel ellenes, vagy Brüsszel ellenes. Ezt hívják úgy, hogy az ember védi a nemzeti érdeket, és bizonyos helyzetekben Brüsszel, egyébként a brüsszeli politika az összefér a nemzeti érdekkel, valamikor meg szembe kell menni. De a nemzeti érdek normális módon ugyanaz Budapesten és Brüsszelben, hogyha én képviselem magyarként. Igen, de nyilván máshogy adja elő az ember Brüsszelben, és máshogy adja elő Budapesten, nem ugyanannak a közönségnek. De nem mást mond. De nem is mond mást. Tehát okay. Én értem, hogy ebben egy vélemény különbség van köztünk, de nem mond mást. Tehát az, hogy szerintem, és egyébként ezt szintén a számok visszaigazolják, tehát ha ma megkérdezzük a választókat, hogy ki képes jobban képviselni a nemzeti érdeket, mondjuk a pártpolitikusok közül, akkor ezt a versenyt torony magasan megnyeri Orbán Viktor. Akkor... Ebben nincsen különbség. Tehát de azt mondom, Brüsszel az csak ezek egy példa. Ezek egyébként eléggé világos és egyértelmű irányvonalak, amiben még egyébként többé-kevésbé a mérsékelte baloldali szavazók. De akkor mondhatok még egy utolsó mondatot. Oroszországgal kapcsolatban ugyanez a párfordulás észlelhető volt. És most nem arról beszélünk, hogy ez jó vagy nem jó, de ez az a politikai technika, amit látunk Orbán Viktornál most már nagyon régóta, és látunk Gyurcsány Ferencnél. A tüntetésekről pedig azt az egy mondatot beszéltük, amivel kezdtük a beszélgetést, de hát kellett volna sokkal többet? Történt valami? Én azt gondolom, hogy nem. Azért ezek a tüntetések most inkább problémákkal küzdenek, mint sem, és azért ez a tegnapin is látszott, hogy valóban például ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az elmúlt 25 évhez hogyan viszonyulnak, és vannak olyan szereplők, én azt gondolom, hogy ez a tegnapi, ez egy szokásos, de nem egy nagy tömeget megmozgatni képes tüntetés volt. Köszönöm, hogy eljöttek.